professzor úr, kérem segítsen nekem abban, hogy hol kezdődik a szembetegség. Mire mondjuk azt, hogy szembetegség? Tehát a rövidlátás, messzelátás, én nem vagyok benne biztos, hogy szembetegség. Tehát ugye vannak mindenféle szürke hályog, zöld hályog. Honnan mondjuk azt, hogy ez egy szembetegség? Hát ez nézőpont kérdése. A rövidlátás, távollátás ugye a szem anatómiájából adódó fénytörési hiba. Ha hosszabb a szemtengely 23,6 mm-nél, minden milliméter növekedés mínusz 3 dioptria rövidlátást okoz, ha rövidebb, akkor pedig plusz 3 dioptria távollátást, és ezen kívül van ugye a szaruhártya szabálytalanságból adódó úgynevezett asztigmia, amikor egy pontszerű fényforrás leképezése nem pontszerű, hanem egy elmosódott paca. Az asztigmia azt is jelenti, hogy nem pontszerű az fosztóképző ebben a dologban. Ez egy állapot, tehát egy szemészeti állapotnak tekinthető. A betegség, szemészeti betegség közé én azt sorolnám, amikor valakinek jó volt a látása, és valamilyen ok miatt, betegség miatt romlik a látása. Tehát, hogy egy fertőzés miatt, egy gyulladás miatt, egy magas szemnyomás miatt, a retinával történő degeneráció miatt, meszesedés, retinaleválás, bevérzés, cukorbetegség, ezek tekinthető betegségeknek, amit vagy meg lehet előzni, vagy ha már kialakult, akkor lehet kezelni. A rövidlátást azt csak tünetileg tudjuk kezelni, hogy szemüveggel, kontaktlencsével, vagy refraktív sebészeti műtéttel. Ugye a gyulladásoknak meg például az antibiotikum az oki kezelése, az nem egy tüneti kezelés. Ha fáj, akkor a fájdalomcsillapító az egy tüneti kezelés, mert nem az okát oldja meg a fertőzésnek, hanem a tünetét szünteti meg, hogy ne fájjon. Ugyanez a lázcsillapító is, hogyha lázas beteg valaki, a lázcsillapítótól jobban lesz, de az nem az okát oldja meg, hanem a tünetét. Nagyon sok fajta szemészeti betegség van. A szürkehályogot nem említettem, az egy ugye korral járó dolog, aminek lehet genetikai alapja, hogy a szülőknek, nagyszülőknek is volt szürkehályogja, de lehet egy életmódbeli, hogy sokat tartózkodik a napon, napszemüveg nélkül például, és az UV-sugárzás az elnyelődik a szemben, és vagy a rövid hullámhosszú a szaruhártyában, a hosszabb hullámhosszú a szemlencsében, és a leghosszabb hullámhosszú UV-sugárzás meg a retinában nyelődik el, tehát hogy mindenütt lehet káros hatása. Akkor a szemnyomás emelkedés például gyerekeknél a fénytörési hiba ugye a kancsalságot okozhat, amit nyilvánvaló a szülőnek, tehát azzal meg fogják keresni a gyermekszemészt. De ha mondjuk az egyik szeme az jól lát, a másik szeme meg mínusz 10 dioptriás, az nem okoz kancsalságot, és csak később tudják észrevenni. Pedig ha 6 éves koráig a jó szemet takarjuk, és kikorrigáljuk a gyengébb szemet, akkor nagyon jó eredménye lehet, hogy nem veszít semmit a szem a funkciójából. A mikrosebészeti beavatkozások meddig tudnak még fejlődni, és mennyire fejlődnek? Hát ezt nehéz megjósolni, most úgy tűnik, hogy elérték már a tökéletesség szintjét, tehát gyakorlatilag a prémium műlencsékkel, tehát a multifokális műlencsékre gondolok itt elsősorban, amely jó közeli távol és középtávolságbeli, tehát számítógép monitoros látást biztosít. Ezzel gyakorlatilag el lehet érni, hogy egy 70-80 éves ember, hogyha nincsen más szemészeti betegsége, akkor a 20 éves kori látását, vagy látás minőségét nyerheti vissza. Ez azt jelenti, hogy 100%-os látás, és az emberi agy 100%-os látásra van megalkotva, vagy beállítva. Próbálkoztunk ugye, mint a sasnak, hogy 400%-os látás, de a sas is tulajdonképpen csak egy ilyen vékony sávban lát négyszeresen, ugyanis ha nem tudom én 5-600 méter magasan köröz, és meg kell látni a préda állatot, ami egy poc, vagy patkány, vagy szóval valami kis testű állat, akkor ezzel a 400%-os látásával meg tudja látni, és le tud rá csapni célzottan. De igazából a látóterének a többi részében nincsen 400%-os feloldó képesség. Hát az embernél ez nem jött be, ugye a magasabb rendű aberrációk kezelésével gondoltak arra, hogy megemelik a
látóélességet. Körülbelül 150%-osra egyébként meg lehet emelni. Van, aki lát ennyit szemüveg nélkül is, hogyha minden jól összejön optikailag a saját szemében, de a 100%-os látással tulajdonképpen az autóvezetéstől kezdve a mindennapi életigényeit ezt teljes mértékben kielégíti. Tehát ezért mondom, hogy jelentős, nagymértékű változás a mikrosebészeti eljárásokban nem várható. Ugye azért történetileg hozzátartozik, hogy mikor én 31-néhány évvel ezelőtt kezdtem a szakmámat, akkor a szemlencsét egészében távolítottuk el egy 12 mm-es sebben, ez így nem hangzik nagynak, de ez a szem körfogatának a felét jelenti, tehát egy 180 fokos sebet jelentett, és a páciens kapott egy plusz 10-12 dioptriás úgynevezett, mi úgy hívtuk, hogy Agatha Christie szemüveg, vagy szódás üveg szemüveg volt a nép nyelvben ennek az elnevezése. Ugye Agatha Christie egy krimi író volt, és ez a nagy szemüveg megnagyította a szemét, és még különlegesebb lett a tekintete ettől a szemüvegtől. Mondták ilyen esztékes szemüvegnek is. Igen, volt egy ilyen elnevezése is. Na most utána, amikor már csak a lencse magját távolítottuk el, ahhoz 6 mm-es sebb kellett, de azt még varni kellett, és a legújabb, ami körülbelül egy 20 évre tekint vissza, az úgynevezett fakoemulzifikáció, amikor egy 3 mm vagy annál kisebb sebben távolított, vagy feldaraboljuk a lencse magját, és azt leszívjuk, ahhoz már nem kell összevarni a szemet, és gyakorlatilag a műtét után egy-két órával otthonába távozhat a beteg, tehát hogy az abszolút lehetővé vált az egynapos sebészeti beavatkozás. A kutatások azt mutatják, hogy a 10 mm-ekkel már nem érhető el olyan jelentős javulás a látásban, hogy hamarabb hazamehet, jobb a látás, élessége, stb. Tehát a 3 mm alatti műtéti seb az technikailag is könnyebb megoldani, meg látásminőség szempontjából sem jelent semmiféle negatívumot, és gyakorlatilag ezek a sebek jól záródnak, és amennyiben prémium lencsét ültetünk be, tehát aszférikus, tórikus, multifokális, tórikus, tehát hogy közeli, távoli, középtávolságbeli és a szaruártya egyenetlenséget is kompenzáló lencsét, úgy gyakorlatilag a 100%-os látás biztosítható. Az elmúlt mondjuk azt 30 évben olyan jelentős változás következett be a szemészetben, mintha egy Trabantból valaki átült egy Mercedesbe. Valahogy így tudom érzékeltetni. Biztos vannak olyan szembetegségek, amik egy kicsit, ha jobban odafigyelünk mondjuk az egészséges életmódra, akkor megelőzhetőek. Én szeretném tudni, hogy mik ezek a szembetegségek, amit megelőzhetünk egy kis odafigyeléssel, és mik ezek a dolgok, amikre odafigyelhetünk, mondjuk táplálkozás, vagy ilyesmikre gondolok. Hát ugye a vitamindús táplálkozás az fontos. A dohányzás mellőzése az nagyon fontos, mert a makuladegenerációnak a előfordulási gyakoriságát 4-5-szörösére emeli, ha valaki dohányzik, sőt a szürkályok képződésnek is a gyakoriságát. Ha szteroidot szed valaki, akkor az is emeli a szürkályok képződésnek a gyakoriságát. Hát vitaminhiány és vitamin túladagolás, tehát itt valahol egy egyensúlyi helyzetet érdemes tartani. Ahol a megelőzésnek nagy szerepe van, az a zöld hályognak tulajdonképpen az időben történő felfedezése, hiszen a hályog nem fáj, igazából nem nagyon veszi észre a beteg, csak ha megmérik a szemnyomását, és ha megmérik a szemnyomást, akkor és magas, akkor viszont gyorsan szemnyomás csökkentőt, és bebizonyosodik a zöld hályog a glaukóma, akkor időben adott szemcseppekkel, lézerkezeléssel vagy műtéttel sokáig megőrizhető a látás. A makuladegenerációnál pedig, ha bármilyen tünete van a betegnek, az azonnali jelentkezés, orvosi vizsgálat, felügyelet nagyon sokat számít. Nedves típusú makuladegenerációnál nagyon sok mindent lehet elérni az időben történő anti-VEGF kezeléssel. Tehát akkor, ha nincsen semmilyen tünetem, akkor is érdemes néha elmenni egy szemészeti vizsgálatra, mondjuk hány évente? Hát 50 éves kor felett évente lenne a legjobb.
hogyha nincs valakinek semmi tünete, akkor mondjuk 2 évente azt mondom, hogy nagyon erősen javasolt. Lehet a kötelező szót is használni, de ennek ugye nincs konzekvenciája, csak az egyének az érdeke, tehát 2 évente azért mindenképpen. Személyes tapasztalatból adódóan szeretnék feltenni egy kérdést. Egy 1,5 éve észrevettem, hogy nehezebben látom a betűket, eddig sosem volt semmi problémám ezzel. Engem az érdekelne, hogy ezzel most azonnal el kéne elmennem szemészorvoshoz, vagy húzhatom, halaszthatom még pár évig, roblani fog-e emiatt a látásom, vagy ráér egészen addig, amíg nekem ez kényelmes. Nem jelent sürgősségi ellátást, ez egy élettani folyamat, hogy a szemlencse rugalmatlanabbá válik, illetve a sugárizomnak a tevékenysége is kicsit gyengül, és ilyenkor gyakorlatilag egy plusz fél egy dioptriás szemüveggel pótolható ez a kiesett szemlencse rugalmassága, ami körülbelül néhány év alatt plusz 2,5-3 dioptriáig fog elmenni. Azt gondolom, mindenképpen érdemes egy szemorvosi kontroll, mert nem biztos, hogy a két szembe ez egyformán történik. Nyilván az elején meg lehet oldani egy gyári előre elkészített szemüveggel, de hosszú távon érdemes szemorvos által megvizsgáltatni és a megfelelő korrekciót felírni és hordani. Jelentős romlást nem várható emiatt a szemben, de fejfájástól kezdve gyorsabb elfáradást mindenképpen jelenthet ez, hogyha nincs valakinek kikorrigálva a közeli látóélessége. Mit üzen a professzor úr a mai fiataloknak? Hogyan tudják megőrizni a látásukat? Egy nagyon fontos adatot mondanék el először ezzel kapcsolatban. Korábban az európai lakosság körében kb. 25% volt a szemüvegesek, a rövidlátók aránya. Ez az utóbbi néhány évben 50%-ra emelkedett. Ennek a Covid is részben oka volt, nem maga a Covid, hanem a bezártság és az online tanítás, hogy folyamatosan számítógép előtt ültek a fiatalok és a gyerekek. Néha játszótereken sajnálatosan látom, hogy 2 éves gyereknek is odaadják az okostelefont a szülők, hogy kösse le magát a gyerek. Ezzel a legnagyobb hibát követik el egyébként, mert ha folyamatosan közelre használjuk a szemünket, akkor az a rövidlátás fokozódásának egyik legfontosabb tényezője. A gyerekeknek azt üzenném, és főleg a szülőknek, hogy 6 éves korig lehetőleg ne számítógépezzenek, tévét este nézzenek, az esti mesét körülbelül, kint legyenek minél többet a szabadba, hogy természetes fény érje a szemüket, ez egy nagyon jó védelmet biztosít a rövidlátás fokozódása ellen. Távol-keleti országokban például az osztálytermeknek a tetejét már átlátszó üvegből vagy műanyagból készítik, hogy természetes fény jusson be az osztályba, mert egyébként azok a gyerekek is állandóan az okostelefont, iPad-et, számítógépet bújják. Na most 6 éves kor felett körülbelül egy olyan napi 2 óra az ajánlott számítógépezés, és ne a számítógéppel, telefonnal kommunikáljanak MMS-sel egymással a hazamenést, az osztályból való, vagy az iskolából való távozást, illetően nem beszélgessenek, játszanak, kint legyenek, mert kommunikálni meg kell tanulni. Ha ez csak írásban történik, már most a számítógép ugye a szöveget le is írja helyettünk, mert feladja a szavakat, amiket lehet beírni. Tehát ez egy abszolút eltunyulásra, egy ellusturásra késztet. Az agyukat nem kell feltétlen gondolkodásra használni, mert a chatbot, GPT megold mindent helyettük. Ezt nem szabad, mert hogyha áramkimaradás lesz, vagy a wifivel történik valami, akkor olyan helyzetbe fognak kerülni, amit nem fognak tudni megoldani, mert nem készültek fel rá. A jelenlegi fiatalok egy borítékot nehezen tudnak megcímezni, mert sose kellett, de az elkövetkezendőknek ugye a látásuk is veszélybe kerülhet. Tehát üzenem azt, hogy térjenek vissza kicsit az előző generációk életmódjára, hogy játszanak, focizzanak, kint legyenek, egymással beszélgessenek, lógjanak együtt, és így tovább. Tehát minél többet társaságba tölteni kint a szabadban, és minél kevesebbet a telefonon. Sajnos tudom, hogy ott érdekes információk találhatóak, de ugyanannyi hátránya, mint előnye van sajnos ennek a digitális technológiának, úgyhogy jó lenne a következő generáció egészsége, lelki egészsége, látással kapcsolatos egészsége szempontjából ezeket a régi hagyományokat feléleszteni. Köszönjük szépen professzor úr, és további sok sikereket kívánunk a kutatásban. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, nagyon örülök, hogy találkoztunk.